Szeptember utolsó vasárnapján idén 5. alkalommal rendezte meg a Budatétényi Polgári Kör a sváb főzőversenyt, ami a Szent Mihály Napok programsorozat záró eseménye. A Budatétényi Polgári Kör idén rendezte meg a 22. Szent Mihály Napok programsorozatot. Ennek keretében ma ugye Mihály Nap van, Szent Mihály, ez az 5. sváb hagyományőrző főzőversenyünk. 9 csapatunk van. Jó részt visszatérő csapatok, nagyon örülünk, hogy 3 fiatal csapatunk is van, ők cserkészek. Azért itt a Budatétényben elég jó katolikus közösség van, nagyon sokan járnak a Szent István templomba, illetve ide a Szent Mihály kápolnába is, ezek nagyjából ugyanazok az emberek, jó magam is. És hát ez egy nagyon jó dolog, hogy meg tudjuk szólítani a fiatalokat is, meg a picit idősebb, hát ez nem idős, mert nem idősek főznek, mondjuk a középkorú korosztályt, és tényleg ennek egy nagyon nagy közösségépítő ereje van, és erre most már lehet mondani, hogy néhány éve visszaemlékeznek, hogy milyen nagyon jó hangulatú esemény volt. A verseny nem csak közösségépítő rendezvény, de családok számára is alkalmas vasárnapi program. Mi már az első alkalommal is jelen voltunk, úgyhogy ez kötelesség. Nincs mese. És a csapatom neve Steffi Egyél, ez egy érdekes név, gondolom. Édesapám volt Steffi, és mikor ő hentesinasként a mesterénél dolgozott, ott is lakott a családnál, és ő egy nagyon vékony, csontos gyerek volt, és állandóan etették, és mindig ez hangzott el minden étkezésnél, Steffi Egyél. Úgyhogy ezért lett a csapatom neve Steffi Egyél. Ma egy szaurest készítünk, ami egy tipikusan sváb étel, elsősorban disznóvágások alkalmával készítik, amikor rendelkezésre áll a friss hús, a friss belsőség, de a mai világban már könnyen hozzájuthatunk bármikor ezekhez az alapanyagokhoz. Úgyhogy tulajdonképpen ez egy tokány jellegű, kicsit savanykás, pikáns ízű ragú, amit főtt burgonya körít. Vagy kenyérrel is lehet enni, ha éppen a krumpli nem készül el időben, amire most elég nagy esély van. Cserkész növendékeink is vannak, és boldogan jönnek. És fölveszik a fonalat, és új ötletekkel állnak elő. Lehet, hogy nem abszolút hagyományos receptekkel, de nagyon remek újításokkal, és mindent megoldanak. Tehát ha nincs bográcsálvány, akkor 2 téglával, vagy akármivel összehozzák. A versenyen 4 cserkész csapat is részt vett, a fiatalok újra gondolt receptjeit a zsűri külön díjakkal is jutalmazta. Sokan jöttünk ki, egy őrs, a Mindszenti cserkész csapatból Szalamandra őrs jött ki. Régóta mindig jövünk erre az rendezvényre, az egyházközségből jöttünk ide, meghívtak, mi meg örömmel ide jöttünk, és nagyon szeretünk itt alkotni. Leginkább azért, mert szeretünk nagyon kikapcsolódni, ez meg jó hangulat szokott itt mindig lenni, ami most is van. Milyen étellel készültetek a mai napra? A mai étellel, amit készültünk, az sváb krémek, hideg krémek. Az én például, amit én készítek, az ilyen fokhagymás tejfölös krémszerűség, amit majd feltálalunk répával. A többiek gombás, illetve hagymás hideg tálal készülnek. A zsűribe idén első alkalommal a Diósdi Hagyományőrző Egyesület is delegált tagot, az elkészült ételeket így 4 tagú zsűri értékelhette, melynek tagjai voltak továbbá dr. Szirtes Edit, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Vitai Gergely szomelié és Kaldeneker György séf. Jellemző a svábokra, hogy nagyon takarékos és gondos, szorgalmas emberek. Abban az időben, amikor Magyarországra telepítették őket, akkor nagyon nagy szegénység volt, és nagyon jellemző rájuk, hogy mindenféle alapanyagot és mindent elkészítettek maguknak, spóroltak, úgyhogy mindenféle ételeket, amik megmaradtak a konyhából, azokból tudtak új ételeket készíteni. Én is svábvidékről származom, Új-Lengyelből, a nevem is sváb, bár állítólag osztrák eredetű, házsarkát építő mester a magyar jelentése. Nagymamám péntekenként teljes bablevest készített, mert pénteken nem ettek húst, nagy böjt volt, illetve böjt volt, és akkor pénteken bablevest főzött rengeteg babbal,
amikor megfőtt a bab, akkor egy nagy szűrőkanállal kiszedte belőle, ezt beletette egy nagy lábosba, zsíron megpirította a babot, és áttörte. Ő, mint abban az időben még nem volt készen kapható tészta, mindig gyúrta a tésztát, széles metél tésztát gyúrt, azt kifőzte, és összekeverte ebből a megpirított, megsütött babbal, és ez volt a babos tészta. Ez egy nagyon-nagyon sváb étel, Vecsésen, Újhartyánban, talán itt Budafokon is, Nagytéténybe is ismerik a svábok. Csemege uborkával isteni. És így tudtak takarékoskodni, hogy egy nagy fazékba megfőzték a levest, abból lettek egy kiadós bablevest, és hozzá egy még kiadósabb babos tésztát. A jó hangulatú családias főzőverseny dobogós ételei közt szerepelt a sváb hamburger, a sváb nudli, valamint a sváb húsos káposzta is. Thank you.